Több vasútállomás Hegyeshalom, Kecskemét és Győr is kap defibrillátort. Az első életmentő készüléket Győrben adták át. Nekünk egyrészt örömet jelent, hiszen ha baj van, akkor a segítség kéznél van. Képzett munkatársaink tudnak segíteni utastársainkon, saját munkavállalóinkon, de az utca emberén is, akik az állomás közelében sétálnak, járnak, intézik ügyeiket. Úgyhogy ez a legnagyobb harci tett, ami bekövetkezhetett, hogy kéznél van a segítség, nagyon reméljük, hogy nem kerül arra sor, hogy használni kelljen ezeket a készülékeket, de ha mégis úgy adódik, akkor akár emberéleteket menthetünk meg, aminél nincs fontosabb számunkra. A készülékeket egy győri cég ajánlotta fel. Darabja közel 800 ezer forint volt a defibrillátoroknak. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen megér, az emberéleteket nem lehet pénzbe kifejezni, és ez különösebb karbantartás nélkül a következő 5 esztendőbe tudja szolgálni, ha szükség van rá. Hirtelen szívmegállás esetén minden egyes perc számít, mondják a szakemberek. Európában 700 ezer embert érint évente, és nagy része kórházon kívül történik, tehát valakinek az élete azon múlhat, hogy egy járókelő azonnal tudja, hogy mit kell csinálni, és a mentők érkezéséig életben tartja az illető keringését. A defibrillátorokon használati útmutató olvasható, és alkalmazásukat hangutasítások teszik még könnyebbé. Hatvan dolgozót képeznek ki a készülék használatára. Az átadáson Fehér Miklós, a hirtelen szívmegállás következtében fiatalon elhunyt győri származású futballista édesapja is részt vett. Megtisztelőnek éreztem, hogy itt lehettem, és megmondom őszintén, örömmel vállaltam ezt a dolgot, és nagyon jó ütletnek tartottam, meg tartom is. Jobban el kellene terjeszteni más helyeken, és nagyon fontos dolog szerintem, hogy az embertársainkon, ha másképp nem, akkor így azért tudjon segíteni. Fehér Miklós egyébként fia halála óta igyekszik felhívni a figyelmet a gyors beavatkozás fontosságára.